Közben megérkezett Roberto és felesége is. Jót kérném, hogy közben jöjjön, vagy fordítasz neki fülbe. Nagyon-nagyon örülünk, hogy itt vagyunk, itt vagytok, és reméljük egy jó utatok volt. Számomra egy nagy áldás az, hogy 2 évvel ezelőtt megismerhettem Robertot, és a távolság ellenére úgy gondolom, hogy egy igazi barátot találhattam benne. És amiért különösen hálás vagyok az az, hogy az a lelkület, amit az ő életében látok, az nagyon sok támogatást adott nekem az én szolgálatomba is, az Istennel való kapcsolatomba. Az a 2 dolog, amit 2 évvel ezelőtt az első konferencián tőle hallottam, azóta nyomon kíséri az életemet, mégpedig az, hogy teljes alázat Isten előtt, és teljes odaszánás. És a vezető pásztoruk, aki ezt a konferenciát akkor ott tartotta, elmondta, hogy közel 20 éve a mindennapjaink arról szólnak, hogy imában és bőjten járulunk az Isten elé. És ez alatt a közel 20 év alatt az Isten megáldotta úgy ezt az imát és ezt a bőjtöt. Az Isten hozzárakta az ő részét olyan módon, hogy közel 16 000 ember ismerhette meg ez alatt a 20 év alatt az ő munkájukon és szolgálatokon keresztül Brazíliába az Istent. Köszönjük, Roberto, hogy itt vagy, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és szeretnénk átadni neked a szót. Testing. Okay. Great. What a privilege to be here face to face. Is it working there? Okay. Great. Enough of Zoom, right? Jobb mint a Zoom. This is much better. Sokkal jobb. And I'm really grateful to be here with you. És nagyon hálás vagyok, hogy itt lehetek veletek. We were supposed to be here in October last year. Az volt a terv, hogy még tavaly októberben jött volna létre ez a találkozó. That was our plan. Ez volt a mi tervünk. But God had other plans. De Istennek a jelek szerint más terve volt. So we're here now. És most vagyunk itt. In God's time. Amikor az Isten akarja, az Isten időzítésben. Last year I would come by myself. Tavaly egyedül jöttem volna. But God had better plans, so he brought me this year with my wife. De az idén az Úrnak ebben is jobb terve volt, mert a feleségemmel együtt érkeztem. Simone. Simone is the love of my life. Ő az életem szerelme. I fell in love with her when I was 15. 15 éves koromba szerettem bele. A couple of years ago. Egy pár éve volt ez mindössze. I had plenty of hair. Nekem még sok hajam volt. But when I saw her at school, I fell in love at first sight. De amint megláttam ott az iskolába, az első látásra szerelem volt. It took us some time to get started dating. She was a hard girl, difficult one. It took us some time to start dating. She was a very difficult girl. Sokáig tartott, míg hát randizni tudtunk kezdeni, mert nem volt egyszerű. But I had the privilege to present her to God. De az a kiváltságom volt, hogy őt igazán bemutathattam az Úr előtt. She got saved. Megmenekült. And maybe 6 months later we started dating. Megtért, és egy 6 hónappal később elkezdtünk randevúzni. We dated for 7 years. 7 évig kerülgettük egymást. Got married at 23. És hát aztán megházasodtak, 23. And now we have been married for 33 years, going to 34. 33 éve házasok. So it's a long way. Ez egy hosszú utazás. And we're more in love with each other than ever. És most még jobban szeretem, mint valaha. God brought us together in ministry. Isten összehozott minket a szolgálatban is. So we are both pastors from our church in Brazil. És mindketten a brazíliai gyülekezetünknek a pásztorai vagyunk. Tomorrow I'll share a bit of our story growing as pastors.
Ma este meg fogom veletek osztani valamennyit abból a történetből, hogy hogyan lettünk mi. But it has been a privilege to share my life with her. És what was the beginning of your sentence? A privilege. It has been a privilege to share my life with her. Igen, és egy kiváltság nekem, hogy megoszthatom vele az életem. And we do a perfect pair. És úgy érzem, hogy tökéletesen passzolunk egymáshoz. Because I love to speak. Mert én nagyon szeretek beszélni. And she loves to pray. És ő nagyon szeret imádkozni. Can it get better than that? Van ennél jobb leosztás. So we work together and it has been very, very powerful. És hát éppen emiatt így ketten együtt nagyon hatékonyak, nagyon erőteljesek tudunk lenni. And what a privilege to be with the Baptist Federation here in Hungary. És milyen kiváltság az, hogy itt a baptista, nem tudom, szövetség, egyház, akárminek a keretein belül így együtt vagyunk. We have been living times of crisis, haven't we? Hát csomó krízisen megyünk át, ilyen időket élünk, amikor problémák vannak. And I want to start this conference sharing of what God has been doing the last years in our lives. És most azzal szeretném kezdeni, hogy elmondom, hogy milyen volt az elmúlt évünk. I hope it inspires yours. Remélem, hogy ösztönző lesz. So let's invite God so that he can touch our hearts now. Úgyhogy most hívjuk meg az Istent, hogy érintse meg a szívünket. Here we are, Lord, in your presence. Itt vagyunk, Úrunk, a te jelenlétedben. And we gather here to hear from you. És azért vagyunk itt, hogy halljunk téged. We open our hearts, we open our ears. Megnyitjuk a szívünket, megnyitjuk a fülünket. And we ask you to touch us. És kérünk arra, hogy érints meg minket. Speak to each one of the pastors here. Kérlek, hogy beszélj minden egyes pásztorhoz itt. Speak to my heart this evening. Beszélj az én szívemhez is ma este. And may the fruit of this gathering bring glory to your name. És annak, ennek a ma estének a gyümölcse, az dicsőítse meg a te nevedet. In Jesus' name. Az Úr Jézus nevében. Amen. Okay, so in times of crisis, what happens? Szóval, nézzük meg, hogy mi történt ezekben a krízissel teli időkben. Well, in 2005, we were youth leaders in our church. 2005-ben ilyen ifjúsági lelkészek voltunk a gyülekezetünkben. And we had a small meeting with some young people from different churches. És volt egy ilyen kis találkozón különböző gyülekekből származó fiatalokkal. Maybe 8 or 10. Talán 8-10 voltak. And we were trying to develop a program in a high school. És éppen azon dolgoztunk, hogy fejlesszünk egy ilyen programot középiskolások számára. So we were trying to organize an event. Szóval próbáltunk összehozni valamilyen alkalmat. We gathered the students from that school. Azokkal a fiatalokkal, akik abban az iskolában voltak. And before jumping into planning, és mielőtt beleugrottunk volna a tervezésbe, I said, let's do some worship first so that the Lord can feel welcome here among us. Azt mondtam nekik, hogy mielőtt ennek nekiállunk, azelőtt csak tartsunk egy dicsőítést, hogy az Úr is úgy érezze, hogy hívva van közénk, és hogy helye van közöttünk. And when the guy struck the first chords in the guitar, és amint a muzsikus az első akkordot lepengette a gitárján, the presence of God came so heavily in that meeting. Az Istennek a jelenléte nagyon erőteljesen megnyilvánult azon a helyen. It was amazing. Valami csodálatos volt. I mean, I remember I was like frozen. I was like, Azt éreztem, hogy szinte így ledermedtem. I saw that God was doing something special. És láttam, hogy valami nagyon különlegeset akar itt az Isten. And then a girl went to the piano and started singing a spontaneous song. És aztán odamentem a zongorához, és elkezdtem énekelni improvizálva egy ilyen spontán éneket. It was beautiful. Gyönyörű volt. And while we were flying in that, és miközben hát ott lebegtünk ebben az egészben, She stopped. Megállított minket. And she got up from the piano and started walking in my direction. Mm-hmm. Who? The girl that was playing the piano. Okay. Szóval a hölgy, aki zongorált, az fölállt, és odament, és
When she stopped, I looked at her. Amikor megállított, akkor ránéztem. How could you stop? Hogy állíthatsz meg? And I saw her coming in my direction. És láttam, hogy jön felém. And I thought, uh-oh. És azt éreztem, hogy ajaj. Now there's coming something. Most valami történni fog. And then she started prophesizing. És elkezdett profétálni. And she said that God would use me in powerful ways. És azt mondta, hogy Isten használni fog engem valami nagyon erőteljes módon, különleges úton. He would take me to the nations. To where? To the nations. Okay. So hogy elküld engem a népek közé. And I was like, okay. És én mondtam, hogy rendben. Yeah, you know, Brazil, go to the nation. Yeah. Okay, so mondta, hát igen, Brazília, igen, stb. And then she said, I will open a door. Azt mondta, hogy ajtót nyitok előtted. And when it opens, you better get in. És ha az kinyílik, akkor jobb, ha bemész rajta. And then I thought to myself, how am I going to know that this is a door that God is opening? És én azon gondolkoztam, hogy jó, de honnan fogom én tudni, hogy ez az ajtó, amit az Isten kinyitott előttem, hogy ez az az ajtó. And after I finished thinking this, és miután abba hagytam, hogy ezen gondolkodjak, she said, don't worry. Azt mondta, ne aggódj. When the door opens, amikor az ajtó kinyílik, you will know it's my door. Tudni fogod, hogy azt az ajtót én nyitottam. Wow. Wow, ez nem csak. And then she gave me this verse. És ezt az ige verset adta nekem. In Isaiah 45. Ézsaiás 45. And it's a promise that God is giving us. Ez egy ígéret, amit az Isten adott nekünk. I will go before you. Előtted fogok menni. Én megyek előtted. And since 2005, és 2005 óta, many situations have happened in our lives. Számtalan dolog történt a mi életünkben. And always this verse comes again and again in our minds and our hearts. És ez az igevers újra és újra és újra előjött az elménkbe, az életünkbe, a szívünkbe. I will go before you. Előtted megyek. And I will prepare the terrain. És ez mindig felkészített engem. I will bring down oppositions. Opposition. Uh-huh. Bring down the opposition. Igen. Lerombolt az ellenem támadókat. Break the gates. Open wide the gates. Összetörte mindenféle akadályokat, gátakat. And I will give you hidden treasures of darkness. És hogy én, igen, hogy én ilyen rejtett kincseket adok. So that you may know sötétség kincseit. I am the Lord. Hogy megtud, én vagyok az Úr. Wow. When I first heard it, it was a mystery. A Bibliát olvasom föl, de amúgy igen, tehát hogy ezt olvastam föl, bocsánatok, hogy én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vazzárakat leverem, neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtud, én vagyok az Úr. Excuse me. After all these years, ezek után, az évek után, I understand this verse. Megértettem ezt a verset. God is going before us. Isten jár előttünk, Isten megy előttünk. You know why? Do you know why? Ja, igen, bocsánat, igen, igen. Because it's not our job. Mert ez nem az én munkám. It's not our work. Ez nem az én erőködésem. It's not our ministry. Nem az én szolgálatom. It's his. Ez az övé. So he has everything prepared. És éppen ezért mindent ő készít elő. We're not inventing anything. Nekünk nem nekünk kell kitalálni a dolgokat. We're not starting anything. Nem nekünk kell elkezdeni a dolgokat. Maybe you're planting a church. Talán plantáltál egy gyülekezetet. Oh, I have to find my way. Ki kell találnom, jaj, ki kell találnom, hogy hogy csináljuk. It's not your church. Ez nem a te gyülekezeted. It's not your idea. Ez nem a te ötleted. It's not your ministry. Még csak nem is a te szolgálatod. It's his. Ez az övé. So we are just jumping in what God is doing. Szóval mi csak beleugrunk abba, beleállunk abba, amit az Isten amúgy már csinál. He goes before us. Ő megy majd előttünk. He's always on our side. Mindig az oldalunkon van. And he's always standing behind. És mindig mögöttünk is van. That's my God. Ilyen az Istenünk. That's our God.
Ilyen az én Istenem és a miénk. So this is our verse. Szóval ez az ige vers. If you ever come to visit us, we now live in Spain, Malaga. Ha bármikor meglátogatnátok minket, mi most éppen Malagában, Spanyolországban élünk. When you open the door, you see a small board with this verse written. Ahogy belépsz az ajtón, ezt az igeverset látod felírva egy ilyen táblára. God goes before us. Isten megy előttünk. Now God goes before us. Na már most az, hogy az Úr megy előttünk. In our ministries. A mi szolgálatunkban. Whatever you're doing, bármit is csinál, if you were called by God, az Istentől vagy elhívva, you're not alone. Nem vagy egyedül. You're not opening ground. You're not. Nem te nyitod területet. He goes before us. Mert ő megy előtted. He's always ahead of us. Mindig előtted jár. So, in 2014, God called us to come to Europe. 2014-ben arra hívott minket, hogy jöjjünk át Európába. It was a very weird moment. Ez egy nagyon különös, furcsa helyzet volt, egy pillanat volt. I was giving a teaching. Éppen egy tanítást adtam. About how you could get prepared. Hogy hogyan tudsz felkészülni. To become a missionary sent out by the church. Egy olyan misszionárius, akit a gyülekezet kiküld. I was talking about the preparation. Éppen a felkészülésnek a folyamatairól beszéltem. And then came to my mind Acts chapter 13. És akkor egyszer csak úgy a fejembe jött az apostolok cselekedeteinek a 13. része talán. When the church in Antioch was praying and fasting and the Lord said, "Separate me, Paul and Barnabas." Amikor az etiópiai Antiochia, igen, köszönöm. Éppen a gyülekezet ugye azért imádkozott, hogy kiküldje Barnabásékat misszióban. And then I said, "We love this story, right? That's why we are Christians." És akkor mondtam, hogy hát mi nagyon szeretjük ezt a történetet, hát ezért vagyunk hívők. But the church in Antioch didn't like it too much. De az antiochiai gyülekezet nem szerette annyira ezt a helyzetet. Imagine every Sunday Paul preaching. Mert hogy ők minden vasárnap találkoztak, és azt mondták, hogy prédikálj nekünk. Come on. Gyerünk. Better than Barnabas, right? Hát jobb, mint Barnabás, igaz? It's Paul and Barnabas. Hát az mégiscsak Pál. Na, hát meg Barnabás, de hát Pál. Na, hát a Pál. Now they're gone. Now they're gone. És most elmegy. Why did Paul, and I'm teaching this, right? És éppen erről beszéltem, erről tanítottam. Why did God call Paul and Barnabas? Hogy miért hívta az Isten Párt és Barnabást? Why didn't he call somebody that it wouldn't make too much of a difference? Miért nem hívott el valaki mást abból a gyülekezetből, ami nem lett volna ekkora nem, hogy mondjam, kár a gyülekezetnek, vagy nem lett volna ilyen felfordulás után. Because he needed the most experienced one. No, azért, mert az Istennek a legtapasztaltabbakra volt szükségem. And when I said that, és amikor ezt mondtam, the Lord spoke to me. Akkor az Isten megszólított engem. While I was preaching. Miről beszélsz? And I said, because the Lord needed the most experienced one. Hát, hogy az Istennek a legtapasztaltabb kell. And the Lord said. És akkor az Úr azt mondta. Aha. 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 No, I'm not going nowhere. Nem megyek sehova. No. I'm a pastor here. Én vagyok itt a pásztor. I am leading so many cells. Oh, hát én egy csomó ilyen kis sejtecskét vezetek a gyülekezetben. At that point we were leading 500 cells. És abban, amikor ez a pillanat történt, akkor 500 ilyen sejtnek volt felelőse ő. It was crazy. Ez őrület. No, what am I going to do there? Hát, hogy No, I'm not going. Nem, sehova. Én ugyan nem. I continued preaching, saying I don't know what. Folytattam a prédikációt, próbálva semmire se gondolni. Because now I was fighting the Lord. De közben azért folytatódott a harcom az Úrral. But finally he won. És hát végül ő győzött. He always wins, right? Mindig győzi, ugye? And 2 years later we arrived in Europe. És 2 évvel később megérkeztünk Európába. We multiplied our network.
and came to work here. Azért, hogy kiterjesszük a hálózatunkat, és hogy aztán eljöjjünk ide. When we arrived here in 2000, end of 2016, amikor 2016 végén megérkeztünk ide Európában, we looked to our future. Akkor előre tekintettünk a jövőben. We had nothing. És hát semmink se volt. No invitations. Nem volt meghívásunk. Nobody knew who we were. Senki sem tudta, hogy kik vagyunk mi. Oh, a mega church in Brazil. So what? Oh, valami mega gyülekezet Brazíliában, na is. We had some Brazilian missionaries that we knew. Volt egy pár brazil misszionárius, akit úgy ismertünk. They weren't very interested in what we had to say. És hát ők nem igazán érdekelt őket, hogy mi kit vagyunk és mit képviselünk. And I remember thinking, why am I here? És hát akkor hát újra elkezdtem gondolkozni azon, hogy minek is jöttünk mi ide. So busy back in Brazil. Annyira elfoglaltak és telített életünk volt otthon Brazíliában. This was December 16. Ez 2016 december. We had rented our apartment. Kibéreltük a szállásunkat, a házunkat. In one month we were ready. És hát egy hónapig csak úgy készültségbe voltunk. We had nothing to do. És semmi se volt, amit tegyünk. And I said, why did you bring me? És akkor újra föltettem a kérdést, miért hoztál ide? Then I thought. És aztán gondolkodtam. I'm in Malaga. Én itt vagyok Malagában. It's the beach, right? Itt van a part, ugye? A tenger. Maybe God wants to give me a sabbatical. Oh, talán az Úr egy ilyen pihenő évet akar nekem adni. I'm not gonna get worried. Hát akkor azon felesleges is aggódni. I didn't think of coming. Nem én találtam ki, hogy jöjjön. I didn't want to come. Én nem is akartam ide jönni. And he promised he would go before me. És az Úr azt mondta, hogy előttünk fog járni. So let's go to the beach. Szóval irány a part. It's January, but ja, január volt, de hát the sun is always shining in Malaga. De a nap mindig süt Malagán. So I relaxed. Okay, szóval ellazultam. God, you brought us here. Uram, te hoztál ide. This is your work. Ez a te munkád. We said yes. Mi igen mondtunk neked. Here we are. Itt vagyunk. We're not going to worry. Nem akarunk aggódni. And the telephone started ringing. És a telefon elkezdett csörögni. And we started getting invitations. És elkezdtünk meghívásokat kapni. And we didn't stop. És ez nem állt meg. The first weekend that we were available. Az első hétvége, amikor mi I had an invitation. Voltunk, már volt is egy. The second. A második hétvége. The third. A harmadik. And one after the other. És aztán egyik a másik után. And in 4 years. És 4 éven. We only stopped. Mi csak egyszer álltunk meg, vagy megálltunk, amikor. Because of COVID. A COVID miatt. Praise the Lord. Áldja meg az Úr a COVID. This is what happened. This is what happened in the 4 years, 2017, 18, 19, and 20. Szóval ez történt velünk 2000, hát tulajdonképpen 2017 elejétől 2020-ig. God took us to 18 countries. Isten elvitt minket 18 különböző országba. And last year we did 7 countries online, like Hungary. És 7 másik országba is eljutottunk online, mint például ide Magyarországra is. We visited 90 cities. 90 különböző városba jutottunk el. Churches, conferences. Mindenféle gyülekezetekbe, konferenciákra. Seminars. Szemináriumokra. 107 trips. 107 utazásunk volt. And last year we canceled because of COVID 21 trips. És tavaly a COVID miatt 21 ilyen betervezett utazást kellett lemondanunk. But in a crazy year like that we still traveled 15 times. De még ezekben a zaklatott időkben is 15 ilyen látogatás, utazás összejött. Look at that. Praise the Lord, right? Nézzétek meg, dicsőség az Úrnak. We're worried about what? Mi aggódtunk, hogy mi lesz. He has everything in his hands. De minden az Isten kezében volt.
And these are the ones we visited online. És ezek azok, amiket online látogattunk meg. But we're still visiting them face to face. But de most eljöttünk is. Hungry! Szemtől szembe itt vagyunk Magyarországon. Yeah. Did you turn on the sound? What? The sound? A hangot föl tudjátok kapni? In Monte, in Málaga, España, Számos lelkipásztor szerte Európából. Passionate about this vision. Lelkesedve, égve ezért a látásért. We have more than 100 churches that are studying and transitioning their churches. Több mint 100 olyan gyülekezet van, amelyik beleállt ebbe az irányba, és elkezdődtek változások a gyülekezetekben. And when we think, oh, this is already too much. És ha arra gondolunk, hogy hát ez már túl sok. This year I got a telephone from this man. Akkor idén volt egy telefonhívásom ettől az úriembertől. He was inviting me to a conference online. Ő hívott engem egy ilyen online konferenciára. 150 pastors. 150 pásztor volt ott jelen. From 21 countries. 21 különböző országból. 9 languages. 9 különböző nyelvből. It was translated simultaneously to 9 languages. És hát szimultán fordították az előadást 9 különböző nyelvre. I love Zoom. Szeretem a Zoomot. Amazing where you can go. Egész varázslatos, hogy hová el tudsz jutni a segítségével. And the vision is spreading. És ez a látás, ez terjed. God is good. Isten jó. But he also goes before us in our churches. De ő még mindig előttünk jár a gyülekezetben is. Not our churches, it's his churches. A mi gyülekezetünkben, és nem a mi gyülekezetünk, az övé. So what we have to do is listen. Szóval amit nekünk tennünk kell, az az, hogy figyelünk, hogy hallgatjuk. Speak to me, Lord. Beszélj hozzám, Uram. What do I do? Mit tegyek? And the story of our church is amazing. És a mi gyülekezetünknek a története az varázslatos. Some of you have heard it already. I shared it in one of the online meetings with you. Valószínűleg sokan hallottátok már, akik részt vettetek az online alkalmon, vagy visszanéztétek azt. Who was in those online meetings? Ki volt a része ennek az online meetingnek? Okay, some and some were not. Okay, so néhányan igen, néhányan pedig nem. So our church started with 89 members. Szóval a mi gyülekezetünk 89 taggal indult, ez a brazíliai gyülekezet. Leaving the mother church to start a new one. Elhagytunk egy anya gyülekezetet azért, hogy plantáljunk, hogy kezdjünk egy újat. In 1961. És 1961. Igen, tehát 1961-ben kezdődött a gyülekezet története. And in the first years it grew. És az első években volt egy növekedés. But when it came to a good size, 400 people. De amikor elértünk egy olyan nagyon kellemes jó létszámot, olyan 400 embert. It started to plateau. Akkor úgy tetőzött, és ezen a szinten stagnált a gyülekezet létszáma. We were good. Jól voltunk. We had our building. Volt épületünk. We had enough money. Volt elég pénzünk. We were very biblical. Nagyon biblikusak voltunk. We loved each other as a community. Nagyon szerettük egymást, mint közösség. It was perfect. Ez tökéletes volt. And then the pastor started talking about change. És akkor a pásztor elkezdett beszélni a változásról. Do you hate change? Utáljátok a változást? I was young at that time. Én még akkoriban fiatal voltam. I didn't want change. De én nem akartam változni. I said, no, pastor, let's not change. És azt mondom, jaj, pásztor, ne erőltessük ezt a változásot. No, we're going to do some small groups called cells. És arról beszélt, hogy ilyen kis csoportokat akar, ilyen kis sejteket.
Oh, throughout these years we tried so many different small groups. De az előző években, hosszú éveken keresztül voltak mindenféle ilyen olyan csoportunk. I'm not interested in small groups. Szóval engem nem különösebben not is another ez a csoportosulás. Not another one. Nem volt szükség még egyre. Oh, this is different. Jaj, hát ez hogy más. And we started opening our hearts for what God had prepared for us. És akkor elkezdtem úgy kitárni az Isten, a szívemet az Isten előtt, hogy hát mi az, amit ő készít elő, mi az, amit ő tesz. And God started pouring his compassion in our hearts. És az Isten elkezdte megtölteni a szívemet ennek ezzel a vágyal. We started looking to the world in a different way. És elkezdtem a világot más szemmel látni. We were so happy only being only us. Én nagyon hálás voltam, hogy úgy magunk között, vagy nagyon jól éreztem magam úgy magunk. Forget the world. És úgy elfelejtettem a világot. I mean, the doors are open. És az ajtó, amikor nyitva volt. We always invite them, but they never come. Mi mindig hívtuk az embereket, hogy hát gyertek be, az ajtó nyitva, de hát ugye sose jöttek be. So why worry? I worked. Why worry? Aha, szóval miért aggódunk? But God started touching our hearts. De az Isten elkezdte megérinteni a szívünket. He started showing his heart. És elkezdte megmutatni, hogy ő hogyan érez, hogy mi van az ő szívébe. How he loved the lost. Hogy ő mennyire szereti azokat, akik kívül vannak, akik elveszettek. He started breaking our hearts. Elkezdte összetörni a szívünket. But we started saying, God, there's no way, we can't do it. És akkor elkezdtünk agyalni, de hát Uram, hát ez nem működik. Hogy csinálnánk ezt? Nothing works. Semmi nem működik. We've tried so many ways. Annyi mindent kipróbáltunk. We need power. Szükségünk van erőre. Supernatural power. Természet feletti erőre. What we have is not enough. Ami nekünk van, hát az karcsú ehhez. And we started asking God to pour his supernatural power in our lives. És akkor elkezdtük kérni az Istent, hogy öntse ki ránk az ő természet feletti erejét. We started saying, Holy Spirit, come fill us. És elkezdtük kérni az Istent, hogy a Szent Szellem jöjj és tölts be minket. What God is asking us to do, we cannot do without your power. Mert amit az Isten kér tőlünk, arra a saját erőnkből egyszerűen képtelenek vagyunk. And God started changing us. És az Úr elkezdte a változást. The church started growing. A gyülekezet elkezdett növekedni. And we started the first cells. És elkezdtük az első ilyen sejteket létrehozni. 2001-ben. 20 years ago. 20 évvel később. And this is what happened. És a 20 évvel később most ez az, amit látunk, ez van. It exploded in growth. Valami exponenciális növekedést. I remember in the beginning somebody said, imagine when our church goes to 600 people. Emlékszem, hogy még valaki ott a kezdetben azzal ösztönzött minket, hogy képzeld el, hogy majd egyszer 600 fős lesz a gyülekezetünk. Come on, 600? Are you kidding? És akkor azt mondtuk, hogy nem, a 600, magadnál vagy. And then one that was more excited would say, no, I believe 800 people. És akkor volt más, aki azt mondta, hogy nem, nekem hitem van a 800-ra is. Come on. És akkor már ott mindenki azt mondta, hogy na. We have been 40 years like this. Ne viccelj, mert 40 év alatt nézd meg, hogy 40 év alatt értük el a 400-at. But even the most full of faith would never imagine anything like this. De aki a legvadabb, a legelszántabb hitű volt, az sem merte azt elképzelni, ami most van. This has one word for it. This has one word. És ez csak egy szó, ami emögött van. Miracle. Csoda. This is a miracle. Ez egy csoda. Any other explanations? Más magyarázat? Can cells do this? Talán ezek a sejtek tették ezt. No, cells can't do it. Nem a sejtek miatt. Cells are not magical. A sejtek önmagukban nem csodásak, nem ezen múlik. Only God can do it. Egyedül az Isten volt képes ezt megtenni. He started pouring new wine. Ő elkezdett valami újat. He started changing our hearts. Elkezdte megváltoztatni a szívünket. But he also gave us new wineskins. Ja, igen, és azért, mert azt mondta, hogy új tömlőre van szükségünk. And when you have new wine, és amikor új bor van, with new wine skins, akkor új tömlőre is szükség van. Amazing things happen.
és csodás dolgok történnek. Multiplication. Sokszorozódás. People started getting saved. Az emberek elkezdtek megtérni. And we would prepare them. És mi nekiálltunk felkészíteni őket. We would equip them. Eszközöket adtunk nekik. So that they could also make disciples. Azért, hogy ők is képesek legyenek másokat tanítványozni. So instead of being a burden for us, szóval ahelyett, hogy magunkra vettük volna az egésznek a terhét. Oh, we have to take care of so many people now. Ó, jaj, mennyi emberrel kell nekünk most már foglalkozni és törődni. We would just prepare them so that they could take care of people. Szóval inkább azt mondtuk, hogy felképezzük, megkiképezzük őket arra, hogy ők is képesek legyenek továbbvinni a munkát. So that they could disciple. És így tesznek ők tanítványokká másokat. So the more people came, szóval még több ember jön, the more disciple makers we would have. És így még több ember lesz megtanítva arra, hogy hogyan tegyen másokat tanítványá. And it's amazing because we as Christians have few contacts. És ez azért csodálatos, mert nekünk keresztényként csak valamennyi zárt számú kapcsolatunk van. But each one that we would save was full of contact with non-believers. De mindenki, aki így megmenekült és megtért, annak viszont van egy csomó másik kapcsolata. And they would bring their people. És ők aztán hozzák az embereket. That's how multiplication happened. Ez az, ahogy a sokszorozódás történik. In 2017 we had almost 11,000 people in cells. És amikor 2017-et elértük, akkor azt láttuk, hogy már 11,000, majdnem 11,000 ember tartozik a gyülekezethez, mindenki ilyen sejteken keresztül. And we knew what we were doing. És mi tudtuk, hogy mit tettünk. We started teaching so many churches how to do it. Ilyen, hogy egy csomó gyülekezetbe elkezdtük mondani, hogy hogyan történt ez nálunk. Elkezdtünk mások. We came to the point that we said, excuse me. We came to the point that we said something like. Like? Jó, szóval eljutottunk arra pontra, amikor azt mondtuk, hogy. Okay, God. Okay, Urunk. Now we know what to do. Most már mi tudjuk, hogy mit kell tenni. And then what happened? És nézzétek meg, mi történt. No growth. Megállt a növekedés. We think it's the cells. Azt gondoltuk, hogy ez majd magunktól megy. Hogy ez a sejtek miatt van. It's the power of God. De nem, ez az Isten ereje miatt volt. Never mix this. Never get this mixed. Sose keverjük össze a kettőt. Or else, that's what you get. Igen. So 2 years, very, very difficult for the church. Jött két nagyon bonyolult, nehéz év a gyülekezet életében. We didn't know what stagnation was anymore. Hogy egyszerűen megállt szóval stagnáltunk. De nem akartunk tovább stagnálni. The church suffered a lot. És a gyülekezet nyuglődött ebbe. God humiliated us. És az Isten megalázott minket. We went to our knees. Le kellett térdelnünk. I always joked saying, you always joke? In 2016 I came to Europe. Én mindig vicceltem, hogy én 2016-ban eljöttem Magyarországra. I have nothing to do with this. Én nekem semmi dolga, ezt ti csináltátok. I know what happened. De én tudom, hogy mi történt. We start thinking that we can do it. Azt kezdtük el hinni magunkról, hogy ezt mit csináljuk, és hogy a kezünkben van a recept. We know. We know. Tudtuk. And then God, okay. És akkor Let's az Isten see. Azt mondta, hogy jó, hát lássuk akkor, hogy mire mentek magatok. But we came to the conclusion that it was all about Jesus. És aztán levontuk a következtetést, hogy csak Jézus miatt működnek a dolgok. And when we thought that we were going to start growing again. És akkor azt reméltük, hogy elkezdődik újra a növekedés. We repent. Megtértünk. We sought the Lord. Seek. Igen, keressük az Urat. Igen. Come, Jesus, forgive us. Gyere, Úr Jézus, bocsáss meg nekünk. We want to be used by you. Szeretnénk, hogy újra használj. And we felt God saying, okay, get ready, time to go. És akkor éreztük, hogy az Isten azt mondja, hogy oké, gyerekek, akkor lendüljünk újra munkába. And the pandemic came.
És aztán jött a pandémia. What are we going to do? Most mihez kezdjünk? Are we going to survive as church? Túl fogjuk élni ezt, mint gyülekezet? Are the cell leaders going to stand up for their position? Vajon az ilyen sejtcsoportvezetők bele fognak állni a munkájukba, mint vezetők? Is this going to work? Működhet ez egyáltalán? Well, after a couple of months, egy néhány hónap elteltével, we had gone online. Hát átálltunk az online-ra. The services were okay. A szolgálatok, az Isten tiszteletek azok remekül működtek. All the cells were having their meetings online. A mindenféle sejt is átállt a saját kis online fórumára. We're going to survive. És hát átálltunk túlélő üzemmódra. It's okay. Okay, jók vagyunk. But then one of the pastors said, de aztán az egyik pásztor azt mondta, this is not a time of survival. Ez nem a túlélésnek az ideje. This is a time of opportunity. Ez a lehetőségeknek az ideje. People are desperate. Az emberek elkeseredettek. Csalódott. People are hopeless. Az emberek reménytelenek. And we have the cure. És nálunk van a megoldás, az orvosság. So at that time we wanted a vaccine, remember? És hát ebben az időben emlékeztek rá, talán mindenki a vakcinára várt. So the idea was to make a vaccination campaign. És hát az a gondolatunk lett, hogy akkor mit csináljunk egy ilyen vakcinálásos kampányt, mondják ezt. Szóval egy ilyen kampányt, hogy majd mi oltunk. There's a much more dangerous virus than COVID. Mert hogy van egy sokkal veszélyesebb vírus, mint a COVID. It is sin. Ez a bűn. And we have the vaccine. És nálunk van rá vakcina. So let's tell people. Szóval mondjuk ezt el az embereknek. And we organized the cells. És szerveztük a sejteket. Into small groups, smaller groups, 3-4 people. Átszerveztük őket még kisebb csoportokba, ilyen 2-3 fős csoportokba. And they started sending messages to everybody they knew. És ők elkezdtek üzenetek küldözgetni mindenkinek, aki csak ismerte. How are you in this confinement? Hogy vagy ezekben a szitukban? Do you need anything? Szükséged van-e bármire? We're having a prayer meeting so that we can pray for each other. Come. Vannak a ima alkalmaink, ahol imádkozunk, érted is, gyere el, csatlakozz. And an amazing thing happened. És valami csodálatos dolog történt. Look at that. Nézzétek a grafikont. In the last year and a half. Az elmúlt másfél évben. We skyrocket. Mint kilőttünk, mint a rakéta. In the worst time of our era. Hát a legrosszabb időben. The church was growing so much. A gyülekezet óriásit növekedett. We understood these are urgent times. Mi is megértettük, hogy ezek sürgető idők. We grew 49%. 49%-ot növekedtünk. During the pandemic. A járvány ideje alatt. Can you believe that? Elhiszitek ezt? I can't. Mert én alig. What? Micsoda? Well, there was a church in Malaga. Van egy church, a gyülekezet Malagában. That is in cells. Az is ilyen sejtekre épül. They had been growing 20% every year. Minden évben 20%-ot növekszenek. For the last 2 years. A legutóbbi 2 évben. And in February 2020, they said, let's ask God to give us another 20%. És 2020 februárjában azt mondták, hogy higgyük el, hogy az Isten idén is ad 20%-os növekedést. They were 450. Bár körülbelül olyan 450-en voltak. So they said, we're asking God to give us 520. This is crazy. És azt mondták, hogy mi azt kértük az Úrtól, hogy érjük el az 520-at. It's a Spanish church. Ez egy spanyol gyülekezet. And in Malaga, churches don't grow. És hát Malagában a gyülekezetek nem növekszenek. But this church was growing. De ez a gyülekezet nőtt. So they prayed and said, okay, let's go for 2020. Okay, és hát akkor azt mondták, hogy jó, hát akkor legyen növekedés 2020-ban is. And the pandemic started. És elkezdődött a járvány.
But they said no, this is a time of opportunity. De ők azt mondták, hogy nem, ez akkor is a lehetőségeknek az ideje. And all the church members started caring about their neighbors. És az a tagok elkezdtek foglalkozni a szomszédaikkal. Calling for prayer. Fölhívták őket, hogy imádkozzanak. Can I help you anything? Megkérdezték, hogy van-e szükségük segítségre. What do you need? We're here to help you. Mire van szükséged? Azért vagyunk itt, hogy segítsünk. In June. És júniusban. After the first lockdown. Az első lezárás után. They had 520 people in cells. Már 520 voltak. What they thought would be a miracle for one year. Amit ők gondoltak, hogy hú, micsoda lenne, ha ez egy év alatt megvalósulhatna. God did it in 3 months. Isten 3 hónap alatt valóra váltotta. Miracles, right? Ez csoda, ugye? Praise the Lord. Dicsőség az It's Úrnak. Not about Brazil. Ez nem a sejtekről It's szó. Not about Brazil. Yeah, ez nem Brazíliáról szól. It's about him. Ez egyedül az Istenről. If he is powerful to do it in Brazil, ha ő neki volt hatalma arra, hogy ezt megtegye Brazíliában, can he do it in Hungary? Vajon meg tudja ezt tenni Magyarországon is? Yes. Igen. Amen. He can do it in Hungary. Meg tudja tenni itt is. Advance the kingdom. Az Isten országának a növekedésére. We did another vaccination campaign this year. Ugye csináltunk egy ilyen újabb oltási kampányt. Each campaign was three weeks. Minden ilyen kampány 3 hetes volt. 19,000 visitors. 19,000 látogató tértünk el, vagy 19,000 látogatónk lett. Remember, we were just a normal Baptist church. Remélem emlékeztek még, hogy mi egy átlagos, klasszik baptista gyülekezet voltunk. No growth. Nem volt növekedés. For so many years. Hosszú éveken keresztül. This is crazy. Come on. Hát ez őrület, legyünk őszinték. We had 1,300 decisions in these weeks. Közel 1,300 döntés született ezekben a hetekben. What am I showing you these numbers? Miért mutatom meg nektek ezeket a számokat? Break the limits in your head. Azért, hogy a fejetekbe lévő korlátokat, azokat törjétek össze. I remember saying, én emlékszem, hogy azt mondtam, 400 to 600 members? 400-ról 600-ra eljutni. That's too much. Az azért túl sok. I have to confess, I said that. Meg kell, hogy valljam előttetek, hogy én azt mondtam, hogy ez kivitelezhetetlen. And people said 800. És akkor volt, aki azt mondta, hogy a 800 is meg lesz. I don't want 800. That's too much. És én azt gondoltam, hogy nem, ez egyszerűen túl sok. I'm so ashamed. És szégyellem, hogy így álltam hozzá. Thinking that. Így gondolkodtam. So in this pandemic, more than 5,000 people were added to the cells. És a járvány ideje alatt több mint 5000 ember csatlakozott be a sejtekben. We have 16,000 people coming regularly that are participants of the cells, plus visitors that always come. 16,000. 16,000. We have the names in the cells as participant. Okay. So plus the visitors. 16,000, ugye? 16,000 olyan résztvevője van a sejteknek, akit hát úgy név szerint bármikor fel lehetne sorolni. Szóval aki ténylegesen látogatója. What does this show? What does this show? Mit mutat ez? We haven't finished yet. Hogy még nem fejeztük be. There are still people to be saved. Mert hogy még egy csomó ember van, akinek meg kell menekülnie. We have to advance the kingdom. És az Isten országának növekednie kell. These are the leaders of our church. Ezek az ilyen sejtcsoport vezetők, akiket láttok. Yeah. These are the leaders, the cell leaders. Ők a vezetők, a sejtcsoport vezetők. Can this happen in Hungary? Megtörténhet ez Magyarországon? In one church? A te gyülekezetedbe? Or in two churches? Egybe, kettőbe. Maybe 5 churches? Talán 5-ben.
I believe this can happen everywhere. Én azt hiszem, hogy ez bárhol megtörténhet. It depends on him. Egyedül az Istenen múlik. God goes before us in ourselves. Isten előttünk jár a sejtekben is. Just to inspire you, these are numbers here in Europe. Csak bátorításul, ösztönzésül, ezek a számok magyarországiak. 25 of these of the churches that are developing the cells gave me this report. 25 olyan gyülekezettől vannak ezek a számok, akik elkezdték ezt a sejtcsoportos struktúrát felépíteni, és akik adtak számokat, hogy lássuk a növekedést. In 2020 they had 3700 people coming to their services. 2020-ban 3715 látogatója volt az Isten tiszteleteiknek. And they opened 257 cells. És 257 ilyen sejt alakult meg. Half of the churchgoers were participating in the cells. A gyülekezet növekedésének a fele az az ilyen sejteken keresztül jött. This is a miracle. Ez egy csoda. Regular church members. Ezek átlagos gyülekezeti tagok. Getting involved in this. Beleálltak ebbe, részesei lettek ennek. Now more amazing than that is és that. És még ennél is csodálatosabb. Each four Christians. Minden negyedik keresztény. We're bringing one non-Christians to the cells. Hozott legalább egy nem keresztényt ezekbe a sejtekbe. Every four bringing one. Minden negyedik hozott egyet. Isn't that amazing? Ez nem nagyszerű. So how many people do you have in your church? Hány ember van a gyülekezetedben? Let's say you have 50. Mondjuk legyen 50. So if these 50 were in cells and working in cells with this average, hogyha ez az 50 ember ilyen sejtekben összerendeződik és mondjuk ezt az átlagot követjük, you would have around 10, 12 people. Akkor vagy 10-12 ember, aki jöhet, csatlakozhat. New people. Új emberek. And you know what the great thing is? És tudod, mi az igazán nagy dolog? Is that these orange guys, they bring a lot more. Hogy ez a narancsárga fickó, ez majd hoz egy csomó másikat. We are working with a church in the north of Germany. Dolgozunk egy gyülekezetben, vagy dolgoztunk a Észak-Németországban. Lutherans. Luteránusok. Az melyik is evangélikus, igen. Very traditional church. Rém tradicionálisak. Out of 70 people, 12 got interested in the cells. Hát úgy körülbelül a 70-ből volt mondjuk egy 12, aki érdeklődött ezután a sejtes dolog iránt. They studied the material, they prepared themselves and opened two cells. Hát ők összeálltak, szervezkedtek, és végül két ilyen sejt csoport megalakult belőlük. 12 Christians. 12. In less than 1 year. Less than 1 year of cells. Igen, és hát egy évet így eltöltöttek ezekben a sejtekben. They had 10 non-believers in their cells. Nem is egy egész évet, és 10 új hívő csatlakozott rajtuk keresztül. Come on. Na hát. Miracles, right? Ugye, hogy ez csoda. A church in Valladolid, center of Spain. Egy gyülekezet Közép-Spanyolországban a településen, amit mondott. Did their training. Csináltak egy képzést. And they were going to open the cells. És hát nekiálltak ilyen sejteket alkotni, megnyitni ezeket. And the pandemic broke. És hát a járvány ketté törte ezt a folyamatot. Oh, we can't open the cells. Oh, nem tudjuk elindítani a sejteket. Yes, you can. De igenis el tudjuk. Online. Online. Oh, but we don't know how to do it face to face. How are we going to do it online? Ha nem tudjuk szemtől szembe élő jelenléttel megvalósítani, akkor csináljuk meg online. You don't know one, you don't know the other, so it doesn't make a difference. You have no idea how to do it. Szóval, ha nem tudod így, vagy nem tudod úgy, hát akkor csinálod, ahogy tudod. So they started 54 Christians. 56 hívővel kezdték el. 9 cells. 8. And they started their cells. Cella. Nem tudom a számokat. Excuse me. 9 cells, yeah. In the first month.
És az első hónapban they had in their cells 59 non-believers. És az első hónapban 59 mennyi? 54, csak a számok azok nem. 54 ember csatlakozott a sejtjeikhez. 54 Christians. 54 keresztény. 59 non-believers. És 59 nem hívő ért el. And after some time they had 28 conversions. És ebből 28 megtért. And they baptized 18 of them. És 18 meg is be is berítkezett már közülük. Wow. What is this? Micsoda. Csoda. Miracles. 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 God goes before us. They baptized, these 25 churches baptized 200 in 2020. És ezek a gyülekezetek 202 embert merítettek be 2020-ba. Az Isten jár előttünk. God goes before us. Igen, az Úr jár előttünk. Igen. This is my family. Ez az én családom. We have two boys and one girl. Van két fiunk és egy lányunk. The two boys are married. A két fiú már házas. Beautiful girls, they have good taste. Nagyon jó ízlésük van, gyönyörű lányokat vettek el. And the older son has his own son, my grandson Samuel. És hát az idősebb fiamnak már van gyermeke is, ő az unokám Samuel. Beautiful family, isn't it? Gyönyörű család, ugye? And we went to visit them in Brazil. És hát majd elmentünk Brazíliába, hogy meglátogassuk. We had a great time together in July. És csodálatos időt töltöttünk együtt júliusban. But just before going to Brazil, de mielőtt elindultunk volna Brazíliába. End of May, beginning of June. Május végén, június elején. I started itching on my back. Elkezdtem így fájlani a hátamat. And I found out that there was this spot. És találtam egy ilyen pöttyöt, foltot a hátamon. So I went to the doctor in Spain and he said, "No, that's nothing, don't worry. Go to a dermatologist." És hát azt mond, elmentem az orvoshoz, és azt mondta, jó, hát emiatt nem kell nagyon izgulni, de azért menj el a bőrgyógyászhoz. But there were no available to make an appointment with. De hát szinte nem kaptam időpontot, nem volt elérhető időpont. So we went to Brazil. Szóval elmentünk Brazíliába. And there I have a friend that is a dermatologist. És ott van egy ilyen bőrgyógyász ismerősöm, barátom. She took a look and said, "Nah, that's not a problem." És ránézett, és azt mondja, hát ez nem nagy. But let's cut it. De hát nézzük meg. Biopsy. Csináljunk egy biopsziát. When I read the diagnosis, melanoma. És amikor elolvastam a diagnózist, kiderült, hogy melanomám van bőrákon. What is that? Wow, ez most mi? I had no idea. Elképzelésem sem volt. It didn't have a nice sound, you know, melanoma. Ez úgy egyáltalán nem is hangzik jó, hogy melanoma. But then Dr. Google. De amikor a Dr. Google segített. It's the worst type of cancer, of skin cancer. Akkor azt láttam, hogy ez a legrosszabb fajtája a bőrráknak. Wow. Oh. Where do you stand? Where do you stand? Hol állsz? What is your ground made of? Mi van a lábad alatt? We say that we stand on the rock, right? És mi azt mondjuk, hogy mi a sziklán állunk, ugye? Is it for real? Ez valóságos. Simone and I started thinking. És Simone és én elkezdtünk gondolkodni. Is our faith real? Hogy ez most nekünk ez valóságos a félelem. Do we really believe in what we believe? Igazán hiszünk abban, amiben hiszünk? Well, this dermatologist sent me to an oncologist. És ez a bőrgyógyász elküldött engem egy onkológushoz. He had a point. He had a free appointment on the following day. És volt egy szabad időpontja. And I talked to him. És beszélgettem vele. Showed him. Megmutattam neki. And he said, "You need surgery." És azt mondta, hogy műtétre van szükség. We have to cut around this area. Körbe kell vágnunk ezt a területet. We have to do some research with the lymph nodes. Igen, a nyirokcsomókat is meg kell majd vizsgálnunk. And I'm going to send you to the surgeon, oncologist. És utána elküldelek a műtétre. He had an appointment, a free slot on the same day. És még aznap volt egy szabad időpontja erre.
Már ez is másnap történt ahhoz képest, hogy az onkológusabb beszél. So he explained everything and said, he explained what he would have to do. Jó, szóval elmagyarázta, hogy mi történik. This was on a Thursday. Ez volt csütörtökön. I'm going on vacations on Saturday. És hát ilyen vakációra mentem volna szombaton. But let's see if we can do it tomorrow. De hát meglátjuk, hogy mi lesz holnap. So I got the diagnosis on Wednesday. Szóval szerdán kaptam meg a diagnózist, hogy ez melanoma. On Friday. És pénteken. I had my surgery. Már meg is volt a műtét. Look at the size of it. Oh, nézzétek meg, milyen jó a brazil egészségügy. Do you want to see? No, no, no. Now it's getting better. Nem mutatja most meg, de ott van, higgyük el. So they took off the cancer. Szóval eltávolították a rákot. And now PET scan to see if cancer had spread throughout my body. Is spread? If it had spread. Aha, és hát a PET CT vagy micsoda, az a szkenner, és azt mutatja, hogy a rák az terjedt a te szervezetében. Ja, akkor jó. The surgery was on a Friday. Aha, a műtét pénteken volt. And the results would only come up on Tuesday, 10 days later. Aha, és csak 10 nappal később kapta meg az eredményt. Long, long days. Hosszú napok. What's in my body? Mi van a lábam alatt? Am I gonna die? Meg fogok halni? I said, Lord, make it quick. Azt mondtam, hogy Uram, hát ezt tedd gyorsan. Make it quick. Yes. But we started having great experiences with God during these 10 days. De ebben a 10 napban is csodálatos megtapasztalásaink, átéléseink voltak. So many battles in our minds. Egy csomó küzdelem a fejünkben, az elménkben. And the results came. És amikor megjött az eredmény, there was no cancer in my body. Akkor kiderült, hogy nincs többé rák a testemben. But they found cancer in my lymph node. De találtak rákot a nyirok csomóban. Which shows that there is a possibility that there are cancerous cells in my body somewhere, but not a tumor yet. Ami azt mutatta, hogy hát a lehetőség az igazándiból benne van, a potenciál, hogy lesz még valami nyűg, de tumor nincsen. But he was showing. De megmutatta nekem. I will go before you. Hogy én előtted járok. So if I had stayed in Spain, if I hadn't planned to go on vacations to Brazil, szóval, hogyha én ott maradtam volna Spanyolországban, és nem tervezem a braziliai utamat, June, July, August, akkor tehetek volna nyári hónapok, with cancer in my body. Úgyhogy egy rák garázdálkodik a testemben. The first appointment I got was mid-September. Az első időpont, amit kaptam volna Spanyolországban, szeptember közepén lett volna elérhető. But God took me to Brazil. De az Úr elvitt engem Brazíliába. And like that. És hát ez lett. God goes before us. Mert az Úr előttünk jár. And now we need some treatment. És még szükségem van kezelésre. It's not chemo, it's immunotherapy. Igen, ez nem kemoterápia, hanem ilyen immunerősítő. But my health insurance doesn't cover it. De az életbiztosításom nem fedezi ezt. So now we need public. Szóval most így magamnak kell ezt előteremtenem. But we didn't have access to the Spanish one. We didn't have access to the Spanish public health system. Igen, de nekem nincs hozzáférésem a spanyol egészségügyi rendszerhez. Nincs jogosultságom. And it was so hard. És hát ez nagyon nehéz. So much bureaucracy. Nagyon komoly bürokratikus akadályok. We tried so many ways. Annyi mindent kipróbáltunk. And everybody said you have to be employed in Spain. És mindenki azt mondta, hogy csak akkor, hogyha Spanyolországban. You have to get a job in Spain. Kell, hogy legyen egy munkád Spanyolországban. And we were so frustrated. És hát ez borzasztóan frusztrált minket. And we kept praying, God, you said you would go before us. És elkezdtünk imádkozni, hogy Úrunk, de te jársz előttünk. And by a miracle, I got an appointment with the Social Security office. És hát kaptunk egy ilyen időpontot, valamilyen szociális 100 segítő, valami. 100 kilometers from our town.
A társadalom biztosító, azaz? That was yesterday. Az tegnap volt. I said, they say it's impossible. És azt mondták, hogy hát ez lehetetlen. Why am I going to travel 100 kilometers? Ezért kellett, miért kellett elutaznom 100 kilométert, hogy ezt megmondják? But to get this appointment was a miracle. De ezt az időpontot megkapni, ez egy csoda volt. Let's go there. Menjünk oda. But it's a very small town. De ez egy olyan kis semmi település. In the middle of nowhere. A semmi közepén. I mean, who's going to be working in a place like that? He knows nothing. Egyáltalán ki dolgozik azon a helyen, nem tudhat semmit. But let's go. De hát menjünk, nézzük. And when I get there, és amikor odaértünk, I tell him my story. Elmondtam a történetemet. And I tried to get the access, but it was always denied. Hogy én mindent megpróbáltam, hogy bejussak a társadalombiztosítási rendszerbe, de folyamatosan visszadobtak. He looked at me and said, but now it's going to be different. Rám nézett, és azt mondta, hogy valami más is lehet. You will have full access. A teljes hozzáférés kapsz, teljes jogosultságot. How come? Hogyan? He said, I am your angel. Én vagyok a te angyalod. What? Micsoda? I am your angel. Én vagyok a te angyalod. What's your name? Mi a neved? And he said a Spanish name, very common Spanish name. És hát mondott egy nagyon tipikus spanyol nevet. That's not name of angels. Ez nem egy angyal neve. But he said, I have a compound name, two names. Campani. Compound, two names together. Aha. Igen, ilyen kettőből áll össze a neve, két szótaból, két szóból van összevonva. And my second name is Rafael. És a második nevem az a Rafael. That's the name of an angel. Na, ez már egy angyal neve. And he gave me the paper. És odaadta nekem a papírokat. It was everything we needed. És meg volt minden, amire szükségem volt. Today before going to the airport, ma mielőtt eljöttünk volna a repülőtérre, we send in the papers for process. Elindítottuk a papírokat azon a folyamaton, ami mennie kell. And everything's on the way for treatment. És most már minden kezelés megkaphatok majd. He promised he would go before us. Az Úr megígérte, hogy előttünk fog járni. And he does. És így is tesz. Amen. Amen. So close your eyes. Csukjuk be a szemünket. Maybe the worship team. Talán a dicsőítő csapat. I don't know what you're going through. Nem tudom, hogy mi mész keresztül. I don't know why you came. Nem tudom, honnan jöttél. What are you looking for? Vagy hogyan nézel ki? What do you need? Vagy mit keresel, mire van szükséged? Well, one thing I know. De egy dolgot tudok. The Lord is here. Hogy az Úr jó. He found a way to bring you to be here tonight. Ő megtalálta a módját annak, hogy elgyere ide ma este. As he wanted to speak to you. Mert beszélni akar hozzád. What is bothering your heart? Mi az, ami a szívedet fölkavarja? What kind of burden are you carrying? Milyen terheket cipelsz? I think I came here tonight to bring hope. Azért jöttem ide ma este, hogy reményt hozzak neked, a remény üzenetét. God is in the room. Az Úr itt van. He is here tonight. Itt van ma este. And His Holy Spirit wants to touch our hearts. És az ő szent lelke meg akarja érinteni a szívedet. He invites you to surrender it all to Him. Arra hív, hogy legyél az ő jelenlétében. Are you tired? Talán fáradt vagy. And weary? És megterhelt. Come to me, Jesus says. Gyere hozzám, mondja az Úr Jézus. Oh Lord, I invite you to continue this wonderful work in our hearts. Úr Jézus, én hívlak arra, kérlek arra, hogy folytasd a te csodálatos munkádat az én életemben, a szívemben. We praise you, Lord, because you care for us. Dicsérünk, Urunk, azért, mert te törődsz velünk.
You love us. Szeretsz minket. You saved us. Megmentesz minket. You gave us a purpose. Adsz nekünk célt. Oh Lord, we love you. Urunk, szeretünk. Thank you, thank you, thank you. Köszönjük, köszönjük. Thank you a million times. Köszönjük neked ezt az időt. Here we are. Itt vagyunk. With all our worries, minden terhünkkel, all our doubts, minden kétségünkkel, all our insecurities, minden bizonytalanságunkkal, we present it all to you. Mindezt előtted, előtted feltárjuk. We don't want to take these home with us. Nem akarjuk ezeket hazavinni. We leave it at your feet. Ott akarjuk hagyni a lábadnál. We want to take home your hope. Haza akarjuk vinni viszont a tőled jövő reményt. Your assurance. A tőled kapott biztonságot. The faith. A hitet. We want to take home this assurance that you go before us. Ezt a bizonyosságot akarjuk hazavinni magunkkal, hogy te előttünk jársz. We don't have to invent anything. És nincs szükségünk másra. So as we sing, Lord. Szóval, ahogy itt vagyunk előtted, Urunk. As we open our hearts to you. Ahogy megnyitjuk előtted a szívünket. Come, Lord. Gyere, Uram. Relieve each one of my brothers from their burden. Vedd el minden testvéremnek a terhét. Pour your love. Árasz ki a te szereteted. Pour your compassion. A te együttérzésed. Renew their spirits, Lord. Újítsd meg a te lelkedet rajtunk. Move here among us, Lord. Munkálkodj, hogy mozog közöttünk. That's what I ask of you. Ez az, amit kérünk tőled. In Jesus' name. Az Úr Jézus nevében. Amen. Amen.